Megdöbbentő, amit a Párbeszéd művel, de komolytalanná is teszi egyben a pártot, így reagált a Fidesz frakcióvezető helyettese arra, hogy Szabó Tíme, a Párbeszéd társelnöke visszavonta azt a javaslatát, amely szerint a nyugdíjasoknak gyakorlatilag megtiltanák a fővárosi közlekedési eszközök használatát. Böröc László azt mondta, a koronavírus miatt nem korlátozni kell az embereket a szabad mozgásukban, hanem segíteni kell nekik. Hiába teljesített jól Magyarország a emberek fegyelmezettségének köszönhetően az első hullámban, a második hullámban egyszerűen katasztrófa, ami történik. Magyarország jól teljesített a koronavírus járvány első hullámában, így fogalmazott Szabó Tíme, a Párbeszéd társelnöke a hét elején. Elszólhatta magát, ugyanis ő volt az egyike azon balliberális politikusoknak, aki tavasszal többször is abszurd nyilatkozatokkal támadta a kormány döntéseit. Az egész kerek nagy világon, Magyarországon halnak meg a legtöbben a koronavírus járványban. Ezzel szemben az egészségügyi világszervezet, a WHO elismerte a magyar kormány vírus elleni intézkedéseit. A megelőző lépéseknek köszönhetően a tömeges megbetegedések elkerülték az országot. A párt a héten egy járványügyi törvényjavaslatot készített, ami alapján minden rendezvényt betiltott volna az országgyűlés. Többek között arra szólítjuk fel a kormányt, hogy minden nyilvános helyen tiltsa be akár a magárendezvényeket, akár az állami vagy céges rendezvényeket, a szórakoztató és kulturális eseményeket, beleértve a koncerteket, foci meccseket, kiállításokat, cirkuszokat és hasonló eseményeket. A javaslatcsomagot hétfőn be is nyújtotta Szabó Tímea. Ebben egyebek mellett szigorú szabályokhoz kötötték volna a tömegközlekedés használatát, amikkel például a nyugdíjasoknak lényegében megtiltották volna a tömegközlekedést. Azt szerették volna, hogyha a tömegközlekedés csak munkába járáshoz, valamint idős gondozáshoz, gyermekek gondozása érdekében legyen igénybe vehető, vagy akkor, ha az élelmiszerbolt, gyógyszertár 500 méteren belül nem elérhető, és csak azon esetekben, ha egyéni közlekedés igénybevételére nincs mód. Alig 8 óra telt el, és a házelnöknek címzett levelében Szabó Tímea visszavonta javaslatcsomagjukat. Kicsit megdöbbentő is, amit a Párbeszéd csinál, de egyébként felháborító és komolytalanná is teszi őket. A Fidesz szerint felháborító, hogy miután a Párbeszéd Karácsony Gergely főpolgármesterrel az első hullámban tavasszal ritkította a fővárosi tömegközlekedés járatait, a nyugdíjasoknak most meg is tiltanák a használatát. Amit a Párbeszéd művel, az egyrészt komolytalanná is teszi a pártot, másrészt egyébként felháborító azokkal szemben, akik nap mint nap küzdenek Budapesten is, meg nyilván Magyarországon azért, hogy eljussanak a munkába, tudjanak segíteni a családjaiknak, és közben elkerüljék a vírus okozta, a járvány okozta veszélyeket. Böröc László szerint a koronavírus ideje alatt nem korlátozni kell az embereket a szabad mozgásukban, hanem segíteni nekik. A Fidesz frakcióvezető helyettese azt javasolta, hogy a BKK sűrítse a járatait, és a nyugdíjasok számára is tegye lehetővé a biztonságos közlekedést.